Szegeden 8. alkalommal rendezték meg a kapusháborút, amelyen a hazai futballcsapatok hálóőrei versengenek egymással. Nyíregyházáról 4-en neveztek a speciális vetélkedőre, a Spari kapusa Nagy Máté és kapusedzője Tuska János címvédőként érkezett a Tisza partjára. A siker ezúttal sem maradt el, egy első és egy harmadik helyezéssel tért haza Szegedről a nyíregyházi különítmény. Nagy Mátének nem sikerült a címvédés, csoportmérkőzések elég erős csoportba került. Talián Laci úgy szintén a csoportmérkőzéseknél végzett el. Szondi Levente megvédte úgymond a tavalyi harmadik helyét, és idén is harmadik lett, valamint én megvédtem a címemet a plusz 35-ös korosztályba, tehát győztem. Kialakulnak az erőviszonyok egy-két forduló után, és az éppen aktuális ellenfélre váró kapus az mindig próbálja nézni a soron következő ellenfelét, hogy ki hogyan is lő. Ugye itt nem csak a védési technika az, ami fontos, hanem a lövéseknek a minősége is, úgyhogy elég sokan összegyűlünk egymásnak a meccsén, és próbáljuk elemezni a látottakat. De igazából ez egy játék, és nagyon sokan, illetve nem is nagyon sokan, hanem a legtöbben így is fogjuk föl. Persze a dicsőség az mindig jó, de összességében véve ez egy nagyon jó hangulatú játék. A kapusháború indulásakor újdonságnak számított, mostanra azonban beépült a futballkapusok nyári programjába. Az első kapusháborún összesen 12 regisztrált versenyző volt, akkor még nem is voltak korosztályok. Most már 162-en jelentkeztek, tehát maximalizálni is kellett a létszámot a lebonyolítás érdekében, ugye ez egy egynapos rendezvény. És amint már említettem, most már különböző korosztályok vannak, ugye a hölgyek is képviseltetik magukat, úgyhogy ez egy egésznapos rendezvény, nagyon, nagyon színvonalas és egy nagyon jó hangulatú torna ez, vagy napja ez az évnek. Én azt gondolom, hogy nagyon sok visszatérő kapus van, illetve vannak újak is, de maga a hangulata és a lebonyolítás az egészen felemelő érzésekkel tölt el bennünket. A kapusháborún meghívott vendégként bemutatót tartott Jova Levente, a Nyíregyháza Spartakusz első számú kapusa is. Tuska János rajta kívül Nagy Mátéval és Csorvási Tamással foglalkozik a Spari edzésein.